Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. A mai részben a Minnesota-ban, Saint Paul-ban található The Green Lantern Salon, azaz a zöld lámpás szalonról fogok nektek beszélni, ami a gangsterek kedvenc mulatója volt, mert volt egy általános szabály, hogyha búvó helyett vagy egy kis nyugit keresel, hogy ne egresszíroztassanak a rendőrök, akkor ebbe a városba, Saint Paul-ba kellett menned. Viszont volt egy kitétel, hogy miért kellett a zöld lámpásba menni. Tehát, amit hamarosan megtudunk, hogy kik jártak ide, miért jártak ide, miért járkálhattak szabadon abban a városban, Saint Paulban a bűnözők, és hogy miért kellett a zöld lámpásba menni. Most kezdjük is azzal, hogy ki is volt az üzemeltetője ennek a zöld lámpásnak. Danny Hogan az ír-amerikai szervezett bűnözés tagja volt. Saint Paulban az ír maffia keresztapja, ő intézett mindent, az ő kezében volt minden, és ő volt a főnök az alkoholtilalom előtt is, és alatt is. A gengszterek szabadon járkálhattak Saint Paul utcáján, mivel volt egy megállapodás köztük és a rendőrök között is. Danny Hogan volt a kapcsolattartó, mosolygó béketeremtőként volt ismert a városban, mivel ő tartotta a kapcsolatot a két fél között. Ebben az egész történetben még ugye a rendőrség oldaláról meg kell ismernünk John O'Connor rendőrfőkapitányt. Miután ő megkapta a nyomozói posztot, előállt ezzel az íratlan szabállyal, ami azt tartalmazta, hogy ha te gangster, törvényen kívüli vagy, és megérkezel a városba, és azt akarod, hogy szabadon mozoghass, és a rendőrök ne zavarjanak téged, ne fogjanak el, akkor először is kenőpénzt kell fizetned. Az 35 dollártól kezdődött. Be kell jelentkezned, hogy igenis te megérkeztél a városba, te itt vagy, és a város 80 kilométeres körzetében nem követhetsz el nagyobb bűncselekményt. Ahhoz, hogy O'Connornak működjön ez az íratlan megállapodás, az egész terve, szüksége volt egy kapcsolattartóra a bűnözői körökből. Az első betartója a megállapodásnak, és későbbi munkatársa is, William Griffin lett. Amikor a bűnözők megérkeztek Saint Paulba, bejelentkeztek a hotel szobójnál, kifizették a kenőpénzt, Griffin ezeket ugye összegyűjtötte, elvitte a rendőrségre, és minden ugye olajozottan működött. Griffin halála után vette át ezt a közvetítő szerepet Danny Hogan, és ezen túl már a bűnözők nem a hotel szobójba, hanem a zöld lámpásba jelentkeztek be, amikor megérkeztek a városba. Ott adták le a kenőpénzt, és Danny Hogan intézett minden mást. A mulató fénykorában a jazz volt a választott zene. Red Doherty, zongorista, visszaemlékezett arra az éjszakára, amikor John Dillinger egy 100 dolláros bankjegyet tett az ő zongorájára, aki viszont Babyface Nelsonnal volt. Az utóbbi szerette nagyon a 20-as évek jazz zenéit. Egy másik alkalomról számolt be Eddie Tork dobos, aki Red Doherty-vel játszott együtt. Ő úgy jellemezte ezt a helyet, hogy ez egy olyan hely, ahol Al Capone és barátai, társai lógtak, pénzt osztottak szét, és a néha felbukkanó rendőrökkel üzleteltek. A gengszterek nem zavarták a rendőröket, a rendőrök nem zavarták ok nélkül a gengsztereket. Tudva, hogy a Saint Paulban senki nem zavarja bűnözőket, olyan emberek fordultak meg, mint Al Capone és társai. Alvin Creepy Carpis, John Dillinger és barátnője, és Bonnie Parker és Clyde Barrow, azaz Bonnie és Clyde. Tehát szabadon sétáltak Saint Paulban, persze mindig meglátogatták a kedvenc helyeiket, köztük a Wabasha Street-en az zöld lámpást. Mint már mondtam, hogy ez a rész csak egy kiegészítő videó, egy bővebb, terjedelmesebb videómnak, amiben egy gangster családról beszélek. Ott bukkan fel Alvin Creepy Carpis neve is. És ő mondta, hogy a zöld lámpás volt az ő fő hadiszállása. Nagyon sok gangster szeretett itt lógni, itt biztonságban voltak, alkoholtilalom idején is volt elég alkohol, jazzzene szólt, mindenki szabadon járhatott, kellhetett, ennél több nekik nem kellett. Volt egy szilveszteri parti, amiről Alvin Carpis azt állította, hogy valószínűleg még soha nem gyűltek össze annyian és olyan nagy nevű bűnözők, egy szobában az Egyesült Államokban,
mint 1931. szilveszter éjszakáján. 1932-ben az ország bankrablásainak 20%-a Minnesotában történt, viszont St. Paulban szinte egy sem, vagy alig egy-kettő. 1928. december 4-én Danny Hogan beszállt a kocsijába, és miután ráadta a gyújtást, egy bomba a padlódeszkák alá rejtve felrobbant, és leszakította a jobb lábát. Dannyt kórházba szállították, és pár óra után meg is halt. A gyilkosság gyanúja Hogan egyik jobb kezére, Harry Sawyerre irányult, aki a korrupt rendőrfőnökkel John O'Connorral átvette az irányítást. Danny Hogan 1928-ban halt meg, és a zöld lámpás is mondhatni vele halt, hiszen 1933-ban a Dillinger tagjai vették át a tulajdonjogot, majd 1934-ben be is zártak. Később az 1950-es években fotostúdió és szépségszalon lett a helyből. Az íratlan szabályt, amit The Layover Agreement-nek, azaz szabad fordításba felfüggesztési megállapodásnak hívtak, csak nem 40 évig, az 1900-as évektől az 1930-as évek végéig volt érvényben a városban. De a burjánzó korrupció miatt a helyiek, az aggódó helyiek és a szövetségi kormány is belépett és megtisztította a várost. Remélem ez a rövidke videó is tetszett. Ha igen, akkor kérlek nyomjátok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, nyomjátok meg a harangikont, az összes értesítést kérek, és akkor bármi történik a csatornámon, akkor kaptok értesítést. Ne felejtsétek el megnézni a gangster videót, hogyha érdekelnek az ilyen témák. A következő videóban remélem találkozunk, addig is. Sziasztok!